Az ellenzéki szociáldemokrata párt és a bukaresti jobbközépkormány támogató jobboldali népi mozgalom pártjának szavazataival ma megkapta a Román Képviselőház közigazgatási bizottságának ajánlását az a törvénytervezet, amely a trianoni szerződés napjává nyilvánítaná június 4-ét Romániában. Amennyiben a törvénytervezetet a képviselőház plénuma is elfogadja, Románia minden évben meg fogja ünnepelni a trianoni szerződést. Arról, hogy mit jelent mindez a magyar kisebbség számára, Korodi Attilát, az RMDS képviselőházi frakció vezetőjét kérdezzük. Jó estét kívánok! Igen, ma a közigazgatási bizottság foglalkozott ezzel a kérdéssel. Titus Corrazian volt külügyminiszter a beterjesztő, és ebben Nikolaj volt Peszedés frakcióvezető a szenátusból. Sajnos, hogy Peszedés és Beszeszkó féle PMP párt szavazatjával egy pozitív véleményezést kaptak a bizottságtól. Ez nem jelent más, mint az, hogy a román-magyar viszonyt egyesek, így ebben az esetben a szociáldemokrata párt most erőből akarja rendezni és alakítani. Ez egy olyan nap, amely megosztja a magyar és a román viszonyt, megosztja, mert a magyar közösség ezt egy fekete napként, egy sajnálatos napként tekinti. Azt gondolom, Romániában arra kellene koncentrálni, hogy azokat a napokat erősítsük meg, amelyek bennünk összekötnek is az országot, előre viszik, nem amelyek széthúzzák az országot. A Trianon napja nem tartozhat azon napok közé, amelyek az országot összébb rántják, csak esetleg néhány nacionalista felhangokkal teli politikusnak a saját önfényezését segíti ideig óráig.